Közeledik Pünkösd ünnepe, amely a húsvétot követő 50. napon kezdődik. 2021-ben Pünkösd vasárnap május 23-ára esik, Pünkösd hétfő pedig május 24-én lesz. Csapai János, a Szekszárdi Vosnyiszkimor Múzeum néprajzos muzeológusa azt mondja, az ünnep eredete zsidó szokásokból származik. A Pészák utáni 50. napon volt, ez egyfajta arató ünnep, gyümölcsöknek az ünnepe, később a tíz parancsolatnak az ünnepe volt, és ez a keresztény hagyományba is átment ez az időpont, és hát így a keresztényeknél a Szentléleknek az ünnepe. A Bonyhádi Felvidéki Egyesület 1998-ban alakult. A felvidékről kitelepített bonyhádi és a környékéhez tartozó településeken élő lakosokból. Megalakulásuk óta a csoport minden év Pünkösd hétfőjén megemlékezést tart. A program úgy szokott alakulni, hogy van egy hálaadó szentmise, ami a katolikus templomban 9 órakor kezdődik. 10 órakor itt szokott folytatódni a táblánál koszorúzással, emlékműsorral, és minden második évben szlovákiai településeknek a polgármestereit, illetve polgárait meg szoktuk hívni a találkozókra. Bár a megszokott pünkösdi felvidéki találkozó elmarad, ettől függetlenül az Egyesület idén korlátozott létszámmal megtartja a megemlékezést. Az egyház életében is nagy szerepe van Pünkösd ünnepének, hiszen a keresztény egyház születésnapjának is tartják, mondja Hegedűs János, katolikus plébános. Pünkösdnek kezdettől fogva nagy jelentősége van az egyházi közösségek életében. Egyébként már ószövetségi gyökerekre is visszanyúlik Pünkösd ünnepe, hiszen a héber Biblia szerint az Ószövetség választott népe, a zsidó nép, minden pünköstkor a Sínai-hegyi szövetségkötést ünnepelte, a Tóra adását. A keresztény hagyomány mellett Pünkösd ősi tavaszköszöntő ünnep is. A néphit szerint, ha pünköstkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés.